25 év után játszott újra a magyar bajnoki elődöntőt a szolnoki férfi vízilabda csapat, akkor nem sikerült ez az akadály, idén viszont igen, így az 50-es, 60-as években begyűjtött hat bajnoki cím után akár a hetedik aranyérem is meglehetett volna. Az Egri úszoda azonban még a szolnokiak számára is bevehetetlen erődítmény volt. Mohi Zoltán 1988-ban még játékosként, most pedig már klubvezetőként állt az Egyesület szolgálatában. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Hát mennyire vannak meg a 25 évvel ezelőtti történések? Mennyire lehet ezeket felidézni egy ilyen bajnoki menetelés közben? Olyan kellemes emlékek, hogy az ember elég tisztán emlékszik még ezekre a pillanatokra, mérkőzésekre, játékostársakra. Jó sokat kellett várni az újabb bajnoki elődöntőre. Sajnos sokat bízunk benne, hogy az a következő esztendők nem erről fognak szólni a várakozásról, hanem arról, hogy a következő években is oda tudunk kerülni a döntő küszöbére, és az aranyéremért tudunk játszani. Ugye akkor 88-ban nem sikerült az elődöntő, és végül a harmadik helyen zárt a csapat, most sikerült. Mi volt a különbség az akkor és a mostani csapat között? Én úgy gondolom, hogy mind a két csapatban nagyszerű játékosok játszottak, pici különbségek vannak, a pillanatnyi forma, szerencse, úgyhogy ilyen értelemben nagy különbséget nem tennék. Ez a csapat is egy nagyszerű játékosokból állt egész évben tudtuk, hogy mi a célunk, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó idényt játszottunk a, a, hibák és az ökkenők ellenére azért nem szabad elfelejteni, hogy két kupa döntő, vagy, vagy hát két döntőt játszottunk, ugye magyar kupadöntőt, illetve a bajnoki döntőt. Nem szeretné megbántani a csapatot, a klubot, de idén szólnok lett az ezüst csapat. Ebben az évben ezüst, hát ha megvan a fejlődés lehetősége, hát ha jövőre ez változni fog. Ugye nagyszerű kerettel vágott neki az idénynek a szolnok, és hát mindenki azt várta, hogy ott is lesz az a élmezőnyben a csapat. Kezdjük a Magyar Kupával, ahol hát úgy érzem szolnoki részről, hogy a szolnokiak kezéből csúszott ki az aranyérem, vagy a kupa füle, hogyha így fogalmazunk. Mi is így érezzük, úgy gondoljuk, hogy egy nyert mérkőzés veszítettünk el, ugye a vége előtt a Szeged elleni Magyar Kupa döntő utolsó negyed egy perc van hátra, egy góllal vezettünk és mi támadtunk, amikor egy szerencsétlen cserénél a Szeged 5 méteres kapott belőtte, és végül is egy hosszabbításban megint egy szerencsés góllal nyert. Ugye egy kipontozódott játékos jött vissza, aki esetleg nem tudja a részleteket. Igen, igen, egy kipontozott játékos. Hát egy nagyon bonyolult helyzet volt, visszanéztük videón, elemeztük, nem kerestünk hibákat, próbáltunk ebből is tanulni minden szinten, hogy legközelebb érem, aranyérem múljon ilyen helyzeten. Tehát ott végül is ezüstérem lett, tehát mondhatjuk azt, hogy a, a szezon nem kezdődött rosszul, hiszen ugye ott sikerült legyőzni az Egert a, a, kupában a négy közéjutásért, aztán az elődöntőben a Debrecent, és hát a Szegeddel is abszolút pariban volt a szolnoki csapat. Igen, illetve hát még egyszer egy győztes meccset buktunk el, szerintünk legalábbis. Mi volt az elvárás a bajnokság tekintetében? A döntő bejutások voltak az elvárás a Magyar Kupában a bajnokságban a Nemzetközi Porondon, de az utolsó pillanatban dőlt, el, hogy egyáltalán indulni fogunk, ott nem volt konkrét cég kitűzve, ez mindig egy összetett, bonyolult dolog, még a Szónok nevét még a Nemzetközi Porondon, annak ellenére, hogy egy elég régi patinás klub még mindig ismerkednek a klub nevével a, a csapattal, az volt a cégkitűzés, hogy ameddig lehet legtovább jussunk. Hát ez a legtovább, ez az elődöntő volt, hogyha jól emlékszem. Hát a nyolc bajutásnál estünk ki a Firenze ellen, ott ugye megint egy szerencsétlen helyzet a magyar kupa döntő után volt közvetlen a meccs a szerdai napon, szombaton mérkőzés, vasárnap mérkőzés, egy ilyen helyzetben ugye kikaptunk a Szeged ellen, nem egy rögtön utána egy napra rá utazás, úgyhogy nem egy feldobott állapotba utazott, illetve játott, játszott a csapat. Szerintem az egyik legrosszabb mérkőzésünk volt ott kint ahol két góllal kikaptunk. Szolnokon pedig az utolsó neve már négy góllal is vezettünk, utána három és hát megint kísért a Zsolt egy szerencsétlen góllal, ö, lett kettő a különbség, hosszabbítás és így kiestünk. Hát ez is elég bal szerencsésnek mondható. Igen, bal szerencsés volt, hát mit lehet erre mondaném. És ugye az alapszakaszban elég érdekesen alakult a szolnoki együttes sorsa, hiszen a rangadókat rendre egy góllal elveszítette a csapat. Igen, a külső szemlélő számára lehet, hogy mindig az jött, hogy egy-egy gólal a szolnoki csapat kikap, de a szakemberek számára, hogy átva, aki a mérkőzések mögé jobban nézett, az látta, hogy a mérkőzések alatt milyen játék volt, milyen iram. Gyakorlatilag az összes rangadónkban benne volt az, hogy a szolnok nyerhetett volna. Tényleg pici dolgokon múlt. Egyetlen egy mérkőzés volt talán olyan a szolnoki Szeged mérkőzés, amit a Szeged stabilan megnyert. És azt lehet tudni, vagy sikerült megfejteni, hogy mi volt a különbség az alapszakaszbeli meccsek, illetve a rájátszásbeli meccsek között? Jó játszottunk egész évben, úgyhogy hála Istennek nyugalom volt. Nyilván nem örült neki senki a, a klubban játékosok, edzők, senki nem örült annak, hogy így kikapunk, de tudtuk a célunkat végig, tudtuk, hogy a végén kell ott lenni. De nagyon fontos, hogy több új játékos érkezett az év elején. Keresgélték. én úgy gondolom, hogy keresgélték még ők is a helyüket, hiába a világklasszis játékosok, mindenkinek ki kellett alakulni a saját szerep vállalásának, hogy mennyit vállal a vízbe, mint ember, mint játékos, hogy irányít, nem irányít, mikor lő, nem lő, és ez a végére állt össze. Ugye Kovács István a vezetőedzője a csapatnak, és hogyha jól emlékszem, neki 12 döntője volt eddig a Magyar Bajnokságban, ebből tizet megnyert. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy mi az, hogy rájátszásos szisztéma, playoff, rájátszás hangulat, akkor azt hiszem, hogy ő az. Igen, csodálkoztam is, sokszor csodáltam a higgadságáért, én sokkal jobban izgultam. Nyilván mögötte hatalmas nagy tapasztalatál és sokkal több döntő. Mi lesz a ö, nyár legfontosabb témája Szolnokon? Mennyire marad együtt a csapat a Pólósoknál? A csapat magja együtt marad nagyon sok játékossal megegyeztünk. Ö, nem is igazán titok, ugye a Hosnyászki, Kisgabi, a két válogatottunk a Dekker Attila, Vörös Viktor, Pásztor Mátyás, Hangai Zoltán, velük ö, ö, megegyeztünk. Van egy új igazolásunk is, már a Török Béla, még néhány játékossal, Kovács, Olivér Nyelki tárgyalunk. Vannak sajnos távozók is, ugye az ember szívéhez nőnek ezek a játékosok, nagyszerű sportemberekről van szó, de hát a, a, a sport ilyen, ugye a két román válogatott játékostól, hát nem is elköszönjük, meg nem hosszabbítottunk szerződés velük, és a Marnic Gergő jelen pillanatban a távozó, illetve hát szeretnék még egy külföldi játékost igazolni. Úgy tudom, hogy a szolnoki vezetőség uh, utazik a BA döntőre, és ott szeretne tárgyalni. Igen, a hétvégén a Kovács István szakmai igazgatóval utazunk Belgrádba, ahol reményeink szerint uh, meg tudunk egyezni uh, egy külföldi válogatott játékos. Nevet lehet mondani? Mert több uh, név, szerb válogatott, nagyszerű válogatott játékosokról van szó, több játékossal tárgyalunk, ez tényleg a hétvégének a az eredménye lesz reményeink szerint. Következő év előrelépés minden területen? Van lehetőség az előrelépésre, van a játékban is, van eredményben is, hogyha már nehéz is, a, a, de nem lehetetlen nyilván, és az a célunk, hogy az ezüstérmet übereljük, de nagyszerű csapatok vannak, tehát ebbe az évben is tudtuk, hogy a szolnokon kívül tényleg nagyszerű csapat, Eger, Vasas, Szeged, és hát nem lehetett lebecsülni, ott volt a Debrecen dominó, tehát tényleg a komoly munka folyik mindenhol, és még annyira a nyár és az igazolások elején vagyunk, hogy annyira mobilak a csapatnál a játékos keretek, hogy még ebbe a, a helyzetbe felelőtlenség lenne bármit is jósolni. Nyilván szeretnénk mi is ott lenni a végelszámolásnál, és a bajnoki annyira mér játszani. Nemzetközi poron bajnokok ligája? Talán a hétvégén van szintén a Final four a döntés a vagy legalábbis egy megbeszélés a Euróliga-Európa Kupa lebonyolítási rendjéről, hogyha valami elnézést a kifejezés, valami eszemelt lebonyolítási rendet nem találnak ki, amik nem ö, viszik a csapatokat olyan kiadásokba, amiket már nem lehet vállalni, akkor úgy gondolom, hogy a Szolnok el fog gondolni, igen, az Európa-Ligába, vagy Euróligába. Azt hiszem, hogy volt egy kabalátok a rájátszás során, amit ameddig tartottatok, addig tartott a győzelmi sorozat is, vagy pont fordítva volt, meglehetősen szakállas volt minden a játékos keret néhány tagja, és te is. Hát minden játékosnak megvan a maga rigójája, én is nemrég hagytam még abba az aktív vízlabdát, ezek a babonák, rigóják élnek, úgyhogy igen, gyakorlatilag igen, mindenki a sportba rengeteg ilyen babona van. Gratulálok az idei teljesítményhez, és sok sikert a következő szezonhoz is. Nagyon szépen köszönjük.